Sziasztok, én Kaci vagyok, és itt van mellettem a fantasztikus Csirke. Sziasztok! És ebben a videóban a Halálos Iramban spin-offról, a Hobbs és Shawról fogunk egy kicsit beszélgetni. Én megmondom őszintén, hogy én szerettem a Halálos Iramban franchise-t még mikor? Az elején, még ugye az első két-három még a jaj, a Tokyo Drift még, a Tokyo Drift még jó volt. Az nyilván nagyon régen is volt, fiatalabbak is voltunk, meg bohóbbak, és aztán utána azóta így láttam pár részt, de így eléggé elengedtem ezt az autópornó vonalat. És nagyon kíváncsi voltam, hogy mit hoznak ki most ebből a spin-offból, mert ebben benne volt az is, hogy nagyon jó lesz, meg benne volt az is, hogy nagyon kellemetlen lesz. Abszolút. És hát ugye végre nincs itt Vin Diesel, hogy 5 percenként bedör meg a család. Na mit gondolunk erről a filmről? Én meglepően jól szórakoztam. És szerintem ez írja le leginkább azt a filmelményt, amit a Hobbs & Shaw nyújtani képes. Jól szórakoztunk. Igen, ez egy spin-off filmnek mondják. A Halálos Irambanhoz már igazából semmi köze nincs. Tehát van két autós üldözés az egész filmben. Nagyjából. Meg tényleg azt a vonalat elengedték, ugyanakkor van két nagyon menő karakterünk, két nagyon menő színésszel, ugye a Jason Statham Deckard Shaw-ja és a Dwayne The Rock Johnson Luke Hobbs-a, akik ugye már találkoztak a korábbi filmekben, ott se szerették egymást. Gyűlölik egymást. Most megint találkoznak, és még mindig nem szeretik egymást, de mégis úgy hozza a sors, hogy nekik ugye együtt kell dolgozni a világ megmentésén. Igen, mert nyilván megint meg kell menteni a világot, most éppen egy pusztító vírustól, ami cseppfolyósítja a belső szerveidet, és nagyjából annyi a sztori, hogy Jason Statham karakterének a húga ezt a vírust magába nyomja, és akkor ő így a hordozó, de még ki lehet a testéből nyerni a vírust, és ezért vagy a hajsz, vagy a gonoszok kaparintják meg a vírust, avagy a jók. És ha már gonoszok, akkor itt van nekünk Idris Elba, a fekete Superman. Fekete Superman saját bevallása szerint, és ez nem áll messze a valóságtól, ugyanis mindenféle implantokkal, meg génmódosítással, meg minden tényleg emberfeletti erőre tetszert, és szinte esélye sincs ellen a hőseinknek. Igen, ez már az első trailerben nagyon furcsa volt számomra, hogy van egy golyóálló ilyen szuperkatona, ami, hogy lássuk be, hogy azért elég más jellegű ellenfél, mint amit eddig a Halálos Iramban filmektől megszoktunk, pedig azok sem voltak nagyon földhöz ragadtak, de itt nyilvánvalóan egy kicsit még ezt túltolták, meg igazából nyilvánvalóan mindent túltoltak, csak végre eljutottak oda, hogy ezt semmennyire nem veszik ők se komolyan, hanem tisztában vannak vele, hogy ez egy over the top mozi, ahol nagyokat kell durrantani, repülni kell az autóknak, és nagyokat kell mondani. És pontosan tisztában vannak vele, hogy durroktatni kell az ilyen one-liner-öket, és ez nagyon jól áll szerintem ennek a filmnek. Tényleg azt beszéltük, hogy összegyúrták gyakorlatilag Jason Statham meg a Rock legjobb filmjeit, és akkor csináltak belőle egyet. Igen, és tele van mindenféle utalásokkal, akár az ő korábbi filmjeikre is, akár mondjuk a Trónok harcára. Tehát, hogy ennyit engedjetek meg, hogyha nem láttátok még a Trónok harca utolsó évad utolsó részt, akkor ne nézzétek meg még, mert pofátlanul elszpoilerezi. És tényleg egy csomó ilyen kikacsintás, meg popkulturális utalás, meg hivatkozás van benne, ami szerintem tök jól állnak a filmnek, tényleg baromi vicces szerintem végig, nagyon jól elviszi a hátán ez a két marcon a karakter, akik közben azért kicsit humorosak, de van mellettük viszonylag sok karakter, aki meg semmennyire nem marcon, de annál inkább humoros. Igen, ilyen pillanatokra megjelennek cameo szereplők, akik borzasztóan viccesek. Úgyhogy szerintem ez tök jól átomoznak, az akció tök rendben van, ugye autós üldözés viszonylag kevesebb van egy Halálos Iramban filmhez képest. De ott van Idris Elba a Transformers motorja. Igen, az mondjuk parádé. Ez egy az egybe Bumblebee átváltozós hangjával
tekereg az a motor, és tényleg csak azt várod, hogy mikor mondja be valaki, hogy autobotok előre. A sporádés, nagyon jól néznek ki az akciójelentek, szerintem jól vannak megkoreografálva, meg jó a tempójuk, meg sosincs az, hogy ilyen nagyon leeresztene a film, hanem az átvezető részek is. Pedig nagyon hosszú, és ennek ellenére tök jó, hogy megmarad végig a dinamika, és nem laposodunk el, hanem pörög, megyünk helyszínről helyszínre. Nyilvánvaló, hogy vannak benne azért baromságok, de ezt is tudja kezelni a film. Tehát van egy jelenet, ami egy ilyen tényleg eszement bunyó, és utána az egyik karakter meg is jegyzi, hogy de ez fizikailag képtelenség ezt csinálni. Úgyhogy ja, nyilvánvalóan minden egyes akciójelenet úgy néz ki, hogy tart 8 percig, és percenként megkérdezett, hová lehet ezt még fokozni, és abban a pillanatban már fokozzák és pörgetik tovább és húzzák az egészet. De hogy soha nem megy át ilyen kellemetlenbe, hanem végig ez a szórakoztatóan túltolt. Igen, dolog. És ez a one-linerökre is igaz, tehát szerintem azért a Halálos Iramban filmekben a fő sodornak a moziaiban elég sokszor volt, hogy az ilyen egysorosok után így kapartod az arcodat. Miért? Itt meg tudtunk röhögni rajtuk, ami tök jó. Ja, úgyhogy szerintem alapvetően tényleg a zenével, a látvánnyal, az akcióval, a színészekkel nem lógott ki senki nagyon a sorból, a viszonylag jól fel voltak, nem tudom, pitchelve a motivációk, nem éreztük azt, hogy azért gonosz, mert nyilván vannak még kifejtendő részek, de ha minden jól megy, akkor ezek ki is lesznek akár fejtelen. Igen, vannak stáblistás jelenetek, senki ne számítson ott hatalmas nagy megfejtésre, vagy ilyesmire, de azt azért belengeti, hogy nem ez lesz Hobbsnak és Shawnak az utolsó közös kalandja, és ennek én nagyon örülök, mert amennyire teljesen érdektelenné váltam a Halálos Iramban filmekre, ez annyira tetszett, és nagyon szívesen megnéznék ezzel a két színésszel, ezzel a két karakterrel még egy mozi. Igen, és szerintem látszott rajtuk, hogy igazából élvezték a forgatást, meg hogy tök jól, nagyon jól megvan a kémia a karakterek, meg színészek között. Abszolút. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én nem kételkedem abban, hogy ez egy kasszasikerfilm lesz, mert azért rock moziai nem szoktak rosszul hozni. Meg alapvetően halálos iramban filmek nyilván. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ennek a sorsa. Én is szívesen megnéznék még egy ilyen mozit. Igen, és akkor csapassák ők így párba, hogyha ugye a Dwayne The Rock Johnson meg a Vin Diesel annyira durván fasírva vannak, hogy a Rock nem is lesz benne a következő Halálos Iramban, hanem behozzák helyette John Cena-t, mert miért ne hoznák be John Cena-t, akkor ők bóckodjanak ott, menjen a család, törjenek 400 autót, Jason Statham meg Dwayne Johnson meg poénkodjanak együtt, mert az működik. Figyelj, ők is hozzák be maguknak a pankrátorokat, abban az irányban. Igen. Hát ugye itt volt Roman Reigns, és aki ugyanabban a szamoai nagy pankrátor családba tartozik, mint az úzó tesók, vagy például The Rock is. Úgyhogy szövegem mondjuk nem sok volt a filmben. Hát nulla, de... Nem azért volt ott, na. Nem neki kellett a drámát elvinni a hátán. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogyha szeretitek a Rock filmjeit, vagy a Statham filmjeit, vagy szerettétek eddig a Halálos Irambant, vagy csak úgy szerettek a vittes akciófilmeket, amik nem veszik magukat nagyon komolyan, látványosak, túltoltak, de közben meg nagyon viccesek és semennyire nem kellemetlenek, akkor mindenképp nézzétek meg ezt a filmet, mert tök szórakoztató. Ugyan. Úgyhogy ezt tudjuk tanácsolni. Ha meg már láttátok, akkor meg nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy nektek hogy tetszett. Úgyhogy azt meg mindenképpen írjátok meg nekünk lent a kommentek között. Várjuk a véleményeket. Ha meg a videó tetszett, akkor megdobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, megnyomjátok meg egy kis csengőt, és akkor kaptok majd értesítést a következő hasonló, meg minden egyéb jellegű videónkról is. Úgyhogy most nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!